Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Laptiming Balaton verziójában, egy olyan M2-es tuning. Most mit röhögsz már megint? Hát a Balaton az egy tó, ez egy pálya, tehát ugye Balaton... Balaton Park, Circuit. Egy olyan M2-es tuningolt változatú BMW lesz a mai vendégünk, amelyről hát el kell állulnom spoilerben, hogy a fiúk menet közben is elég sokat káromkodva, pozitív káromkodásokkal illetve csodálkoztak, és a végén is a beszélgetésekből majd az fog kiderülni, hogy talán életükben nem ültek ennyire agresszív, durva és erős BMW-ben. Már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Na, urak, tehát már felvezettem itt, a Viktor szavaival élve a sakszakkör hozta ezt a tuningolt BMW-t. Egyébként a Szirmai Tuningnak köszönhetjük, akik mindent egyedileg kézzel építettek. Három szinten van a motor, ha jól emlékszem, a középső szinten mentetek vele ráadásul. Elektronika, motortuning, teljes kipufogó rendszer, új fék, új hűtés, jó gumi. Kávéfutómű. Kávéfutómű, tehát gyakorlatilag nincsen olyan része ennek a kocsinak, amihez ne nyúltak volna hozzá. Így indultunk neki a napnak, 72 fokban. De nem így indultunk, tehát hogy még szebb legyen a sztori. Állunk a Balaton Park versenypályán a hátul a depóba, és várjuk a versenyautókat. Ugye tudtuk, hogy mikor, minek kéne megérkeznie, majd beállított egy fehér Suzuki Swift, amiben olyan volt, mint a Mr. Irdatlan a mesében. Levették magukról a srácok. De hogy nem láttál át a kocsin, mert két ilyen, hát... Tényleg erős srácok voltak, látszott, hogy az edzőteremben sokat nagyon aranyosak volt egyébként. Lehajtogatták magukról azt a Suzukit, és akkor néztünk rá, hogy... Ebből mi lesz? Igen, hogy nem úgy volt, hogy ti hozzátok az M2-t? Ja, de az tréleren jön. És akkor egy Suzukival jöttek, nagyon aranyosak voltak. Egyébként végtelenül tényleg lelkes, meg ilyen vidám társaság. Szórakoztató volt velük az egész nap. És hát igen, utána megjött ez a 579 lóerőnek mondott, vagy valami... Aztán kiderült, hogy tippelgetünk Csabival, majd az inkább később mondom. Mennyi? Csabit, amikor megláttad, meg úgy megtudtuk az adatokat, akkor mire számítottál, hogy jó lesz? Ja, nézd, azért Tuning M2-be ültünk már, ugye kakucsra hoztak már mindenfélét, tehát úgy kellett imádkozni, hogy valaki hozzon egy szériát. Ugye ez az tipikusan az, amit mindenki is tuningol. Úgyhogy igazából nem számítottam semmi extrémre ilyen szempontból, bár azért ránézve a fiúkra gondoltam, hogy azért lehet, hogy mégis elmentek valami extrémitás irányába, ahol már magukkal így viselkednek. Meg az is eszembe jutott, hogy azért erre az autóra vigyázni kell. Mert itt csúnya dolgok alakulhatnak ki, ha valami nem sikerül. Nem, nagyon aranyos. Nem, nagyon normálisak voltak, és egyébként később jött meg a tulaj. Nekem ott a kedvencem, amikor megkérdeztük tőle, hogy te félben sem család, mit szóltál ezt, hogy itt van egy ilyen autó, amit csak trélenre lehet vinni, mert minden is benne van, azt mondja, faternak nagyon tetszett. A többiekről nem nyilatkozna, hogy álltak hozzá. Na jó, ennyi felvezetés után akkor nézzük meg János körét, és akkor meglátjuk, hogy egyáltalán milyen ez menet közben. Thank you.
János körbevették az építők, a Tula és a mindenki, és szívják le belőle az információt. Megyünk mi is, megtudjuk, hogy mi a tuti. Jó a gumiválasztás, és mert ennél... Most vettem le csak gumit. Ennél kevesebb gumival ez fejre áll. János bácsi, milyen volt a csatába? Hú, nagyon megy, ugye már rajtprogramot próbáltuk a felvezető körön is. Az, hogy harmikba forog alatta még a kerék. Iszonyatosan megy, de ugye megint oda jutottunk, hogy már annyira megy egyenes, hogy a fék ez már kicsit kevés. Nem azt mondom, hogy nem áll meg, de már nem olyan volt az utolsó. És a Cup 2 elég hozzá? Ez kell hozzá, inkább így mondanám. Aha. Minden más szerintem ez lenyal magáról. Így is, ahogy ráfordulsz a hosszú egyenes, ott ilyen 150 körül. Még megúszott a hát. Azt hallottuk, hogy nyikorog a kerék sokat, de nem láttunk téged, úgyhogy... A kettes kanyar az borzasztó lett, de hát oda észregálsz, ez is megy, mint a bolondóra. Tehát már elkezdtem azzal játszani, hogy fejjel váltogatok. Aha. De tényleg az van, hogy amint egy picit találsz egy tapadást, hogy majdnem egyenest, onnantól kezdve, mint akit nem mertem ránézni a célba, hogy mennyivel mentem. Azt mondták a srácok, hogy target nekik egyébként a GT3-as, úgyhogy meglátjuk, hát, hogy mi az eredmény. Egyenesben sokkal gyorsabb. Valószínűleg az én köröm ott a csúszkálás miatt nem lett annyira jó, de a kocsi az zseniális. Jánosom, a kinti értékelés is látszott a fejeden, meg a körben is a végén, te is illetted a túlélés bizonyos szavakkal. Az időeredmény egyébként 1.36.148, ami önmagában egy nagyon-nagyon jó eredmény. Az átmeneti sebesség az igazán meglepő számomra, mert az 241 km/h. Az biztos? Az biztos. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy hát igen, egyrészt a elején, amikor a srácok megjöttek, akkor aggódtak, hogy a fék, hogy mit fogok szólni a fék, azokkal láttam rajta, hogy normális fék volt rajta, de hogy azt nem tudják, hogy a fék hogy fog teljesíteni. Hát a fék úgy fogott az elején, hogy így még visszállt is az autómról, jó, hát akkor itt azzal nem lesznek bajok, egyébként végig stabil maradt, csak hát az egy kör, ugye még körbegurulunk, hogy megmelegítsünk, azért nem volt elég, tehát ugye az elején azért küszködtem az autóval. Azt néztem, hogy a kettes kanyarból konkrétan háromszor jössz ki keresztben, tehát három belejavítás van. Ugye már befele elúszott, és akkor kiszedtem, picit hozzáértem a gázhoz, hát akkor megint elúszott, aztán megint picit. Cup 2 volt rajta pedig, igen. És hát akkor ott azon a kigyorsításon érzed meg, mert az gyakorlatilag egy ilyen folyamatos ív, hogy hát, hogy több az erő, mint amennyi a tapadás. Onnantól ugye ez egy bűvész mutatványá fajult az egész kör. Nem is sikerült a sikánhoz sem megállnom rendesen, ott is túlcsúsztam. Szóval még kicsit a hőmérséklettel küszködtem, de hát az végig érződött, hogy brutális. Tehát mindenhova egy 10-zel többen értem oda, mint gondoltam, hogy fogok. És tényleg eszméletlenül ment a kocsi, tehát ott mindig bűnyögtem magamban, hogy persze, mondták is rácok, hogy hát majdnem 600 ló, meg izé, mondták. Aha, persze, gyakorlatilag nem lehet hozzáérni a gázpedálon. Tehát, hogy annyira ment, tehát, hogy... Ami még nekem meglepő volt, hogy a hatos kanyarban, tehát a lelátó mögötti féktávnál a sikán kigyorsításán váltasz egyet bele, igen. És ott kettőt vált a kocsi, és kicsit bele is torpa. A rajtom is úgy sikerült, azt se értettem annyira, hogy a rajtnál is belehúztam, és akkor hirtelen váltott még egyet. Ugye már próbáltam mindent, hogy ne pörögjön egyből ki, tehát kicsit javítani, hogy legalább ugye a gázpedált nyomhassam néha egy kicsit határozottabban, de nem, tehát egy brutálisan ment, tehát alul is nagyon nyomatékos volt, és akkor úgy mondták a srácok, ugye, hogy még ennél van egy tervük egy ennél komolyabb programra, ott könyörögtem nekik, hogy ezzel már ne csinálnak semmit, mert ez is annyira erős, így is életveszély. Ugye gyorsulásra építik, és akkor mondták, hogy miket megy már 0-100, meg 200-ra, de szerintem, tehát eszméletlen az autó. Csodálkozom, hogy ezt ugye már többször mentek vele, hogy ezt tartósan bírja, tehát hogy annyira erős, hogy már ilyenkor az ember gondolkozik, hogy a féltengelyek, vagy akár a váltó, tehát hogy mi fog. Meg ugye nálunk is, itt már a Balatonon is azért egy M5-ös már adta meg magát, tehát én is tartottam melegedés. Tőle. Jó, de én is tartottam tőle, hogy ennek is lehetnek ebben a hőmérsékletben problémái, és ezért lássuk be, hogy spoiler, de a Csabinál is tökéletesen működött. Igen, egyébként nagyon meleg volt, tehát ilyen szempontból ömlött rólam a víz néha, az majd később adásokban látjátok. Másik kedvencem, hogy lekapcsolták a légkondit, hogy hát ne torpadjon. Nehogy ne torpadjon. Nehogy már beguguljon a rajtba. Beültem, úgy nem meleg van, kapcsoljunk be vissza mindent, tehát, hogy aztán majd a körre kikapcsoltam, de igen, tehát hogy nem, tehát melegedési gondja nem volt, és, de hát ugye a hűtéshez is hozzányúlt. Igen, tehát, azért egy átgondolt tuning van rajta, ez érződött, mert tényleg a kocsi megbízhatóan teljesített mindkettőnk alatt. Egy kicsit az a véleményem volt, vagy arra jutottam, hogy a köröd, és ezt a szót tudnám használni, olyan esetleges volt. Én azt láttam, hogy végig mindenhol küszködsz, tehát sehol nem
volt olyan nyugalom az arcodon, vagy olyan megnyugvás, hogy ez most kiadta volna? Azért, mert ugye a legelejétől azt mondom, hogy meggyőződtem róla, hogy fék van, de azt éreztem, hogy még tapadás nem elég. És hogy nem csak a kigyorsításokon küzdködtem, hanem a féktávokon is. Az első féktáv szerintem azért sikerült jóra, mert hogy korábban fékeztem, mint gondoltam, mert mondták, hogy a fék miatt azért nem biztosak magukban. Jó, hamar elkezdtem fékezni, így álltam meg oda, ahova kellett, de utána gyakorlatilag folyamatosan többel értem oda, mint amennyivel gondoltam, hogy oda fogok, és utána nehézkesen tudtam. De aztán mondtam is Csaminak, hogy még nem ideális a kumi hőmérséklet, vagyis a végére már gyakorlatilag az lett szinte. Tehát az utolsó kigyorsítás szerintem viszonylag korrekt lett, tehát kevésbé riszálta. De igen, tehát hogy inkább ez egy küzdősport volt számomra, de hát maga a kocsi olyan, tehát annyira erős, hogy csak hátsó kerekes, hogy szerintem azért észnék kell lenni nagyon. Na most, hogy ennyit értékeltünk, akkor nézzük meg, hogy Csabi mit művelt a kocsival. A sebesség támogatója a Bex Csapágy beváruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Azt a szentségit. Csabikám, gyorsult az élet? Gyorsult? Igen, sokat? Nagyon. Hát ez sokkal erősebb, mint a másik, az egészen biztos. Egyenesbe félelmetes tempót megy. Nagyon kell adagolni a kigyorsításokat, mert bárhol képes keresztbe menni. Ennél a teljesítménynél már a gyári sper is gyenge, tehát aha, az látszik még hármasba, négyesbe is, kanyarba. Tényleg lepadlózod a kijáraton, és simán elforgatja még ott is a hiába a semi-slick cup 2 van rajta, még ennek ellenére is, tehát mega brutál ez a széria, mit tud. Mennyire kell finoman bánni a gázzal? Tehát, hogyha picit rosszkó nyúlsz hozzá, és kicsit nagyobb gázt adsz, azonnal egyből elúszik? Egyből keresztben. Igen. De ez számítható, és viszont jó, lineális, tehát nem az van, hogy egyszer semmi, egyszer eldob, hanem nagyon jó a gázreakciója. És használod azt, hogy picit úszom, vagy azért próbálsz inkább belül menni? Nem, alapvetően egy pici mozgás az mindig jó, tehát csak hogy ne legyen túl sok, arra kell figyelni. Úgyhogy nem, persze azt. És nagyon érdekes, hogy a tiltásig olyan gyönyörűen elforog, és egyszer csak vége szakad a mókának, ami húz. Igen, de nagyon durva. Mondom először az időeredményt. 1.36.221, tehát konkrétan egészen pontosan, hát 7 század van kettőtök között, tehát nagyon-nagyon egyforma. A végsebesség is, vagy a csúcssebesség is egyforma, mert 2.39.241, tehát közel vagytok egymáshoz, és igazándiból még az első szektorunkban te vezetsz másfél tizeddel. Uh-huh. Tök érdekes. Hagytad automatában a kocsit, én azt írtam föl magamnak a kört megnézve, a belsődet megnézve, aztán meg valamit észleltél, és utána elkezdtél te is belenyúlkálni.
Pedig nagyon finoman váltott, ugye a gyári dupla kuplungos van benne, és tök finoman váltott, még úgy meg is jegyeztem, de hát igen, a rajtnál ő se tudott úgy nagyon mit kezdeni ezzel a teljesítménnyel. Bárhányasba is forgott volna alatta a kerék. Ugye Jani mondta, hogy nagyon erős és hogy nagyon csúszkál, és akkor én meg szerintem próbáltam picit óvatosabban a gázadásokkal, de azért így is ellelúszik. Tehát tényleg ezzel azért kell folyamatosan koncentrálni, mert ha egy picit is nagyobb gázt ad, akkor egyből csak keresztbe mész vele, és az ugye az nem az a célunk, a köridőre megyünk. Ilyen erős M2-es még biztos nem vezettünk, sőt most, hogy mondtad, hogy a legerősebb BMW. M5-ből volt egyszer egy 1000 lovasat. Jó, nyilván nem felszállt. De hát az egy M5 összkerékkel. Tehát, hogy az volt erősebb, szerintem minden más, az gyengébb volt. De hogy ez... De a reakciótokból tényleg az jött le, mert mindketten, amikor végeztetek a körrel, akkor mindketten ledobjátok a láncot. Iszonyatosan ment az autó, és nem úgy, mint egy buta tuning motor, már elnézést, hogy semmi, egyszer nagyon megtolja, és aztán elkezd prüszkölni, és a vezethetőség rossz. Alapvetően ez a motor mindenhol nagyon erős volt, tehát hogy elképesztő, ez úgy tűnt így, amit ebből a körből ki lehetett olvasni, ugye ez azért nagyon komolyan össze van rakva szerintem. És utána igen, mondták a srácok, de azért még majd most jön az erősebb. Hova? Ezt se tudod levinni az útra. Tehát, hogy nagyon durva. Hogy nagyon durva volt az autó. Vezetni egyébként persze úgy egybe volt, és tökre tetszett, hogy fék is van, futómű is van, minden. De ezzel szerintem úgy nyugodtan pályázni nehéz lenne, mert állandóan csak egy persze nem vagy nyugodt. Kell egy ilyen rugó a lábadhoz, hogy ne nyomd olyan nagyon a gázt, mert átugrik mindent. Azt néztem a körödben, hogy ahogy mondod is, hogy nagyon a körülményekhez képest óvatosan próbáltál menni, és ez egészen a sikán kigyorsításáig tartott, ott rúgtál egyet rá jobban, és ott lett is baj belőle. Ott egyből elúszik egy kicsit, igen. De ott az nagyon jellemző hely egyébként, igen. De ott elúszott, de nem vészesen, úgyhogy ott az nem olyan nagy probléma szerintem. Cserébe utána a 10-es kanyar kigyorsításán meg felröhögsz. Igen. Tehát, hogy az is óriási. Iszonyatosan megy az autó. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. Valami reakciót akar egyébként benne. És az, hogy az M2 ezt így tudja tartósan, megbízhatóan, ez beteg. Mondjuk tudom, hogy üzemanyagban is mást használtak már, meg minden. Ők is a zöld irányba mentek el nyilván. Igen. Hova máshova, fenntartható. Igazából még rá is kerestek, hogy nem lehet egy óral is hibrid rendszer. Nincsen most olcsón eladó. Igen, ez most így nehezen érthető, de amikor ezt felvesszük, akkor... Igen, most megy hétvégén, tehát hétfői ja, akkor jó, akkor ez egész összepasszol. Igen. Na, de azért mondjuk el, valaki nem néz parfümét, hogy a VRC-ből most kivették a hibrideket. Igen, és ide akarták átrakni csak. Lesz egy pár szabad rendszer. Úgyhogy nem tudom, nekem nagyon-nagyon tetszett. És az, hogy az autó tényleg így ezt bírja, a hajtás, féltengely, diffi, váltó, ez brutál. Még záró szóként azért dicsérjük azt meg, hogy sok-sok tuning autót hoznak itt a vége, hozzánk. Az a záró szó, nem? Vége. Hülye. Hogy sok-sok tuning autót hoznak hozzánk, és a legtöbbször azért mindig kell valamiért nekünk is így hümmögnünk, meg mindig a tulajoknak el kell mondani, vagy az építőknek, hogy hát ezt vagy azt kéne még fejleszteni, vagy dolgozni rajta, vagy ez lett túl sok. Most mindkettőtök szavaiból, meg a teljesítményből is azt látom, hogy ez egy marha jó sikerült tuning. Igen, én azért mondom, rendesen azért könyörögtem nekik, hogy ne nyúljanak hozzá, mert ez így jó, és igazából így is sok. Tehát, hogy így is többet tud, mint amit le tudsz vinni az útra. De egyébként ez a kocsi is egy nagyon jó tuning alap, mert ugye már találkoztunk is olyanokkal, aki ugyanezt tuningolja, meg ismerési körökben is van. Tehát, hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy kb. Szerintem ez a max, amit érdemes elmenni. Ez a nagyon max. De ez inkább utána van már. Igen, tehát, hogy de tényleg ebben ugye mindenre gondoltak, és ez a nagyon ritka, ugye hoztak már mindenfélét. Vagy tényleg az van, hogy túlmelegszik, és amiatt veszi el a hajtást, vagy a futóműve nem olyan, vagy a fékje nem olyan. Tehát vagy amit van. A Csabi mond, hogy egy szektorban jó, vagy igen, egy dologban jó, de utána meg nagyon nehéz vezetni. Hát általában azok a dízelek szoktak lenni, ami egy sávban megy bődöletesen, de sehol se. És ez meg úgy mindenhol nagyon, ez az, hogy vettek rá rendes gumit is például, ez is egy tök jó dolog. Szóval az egész így ki volt találva, meg ugye a CS felnél, tehát egy könnyített felnél, még arra is gondoltak. Tehát, hogy látszik, hogy az egész egy ilyen gyönyörű kis csomag lett, szívüket, lelküket beladták, és működik. Tehát, hogy
szerintem... Kíváncsi vagyok, mikor jutnak el majd a súlycsökkentés irányába. Igen, igen. Ezt elvinnék mondjuk a BMW MGMBH-hoz megmutatni, hogy nekünk ilyen M2-esünk van, még ott is nézeketnék. Ez jó sikerült. Bravo, fiúk! Igen, tehát hogy ez nem lett rosszabb autó. Mondjuk bizony. Erre szerintem rálocsoltak még egy M2 árát, van egy olyan tippem. Igen. Hát van benne fejlesztés. És a másik, ami nekem nagyon tetszett, hogy szép volt a hangja, de nem az a nagyon tolakodó. Igen. Tehát, hogy nem az volt, hogy leszakad az ég, mondjuk eleve nem jó, is lehet. Jó, azért hallottuk, hogy merre vagytok a pályán, maradjunk annyira. Tudom, de mégis az, hogy nem. Mert ugye ráadásul ezt, nem tudom, mondtuk-e már valahogy a Csabiéknak, hogy muszáj zajszintet mérni, igen. Hogy csak olyan autó megy, ami átmegy ugye a zajszínmérésen, és ugye ez is átment, pedig van olyan tuning autó, ami Kakucson mentünk jó nányolennal, amivel nemhogy Kakucson hallották, hanem Budapesten is. Ezek voltunk mára ezzel a nagyon-nagyon erős M2 tuninggal. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok. Kövessetek bennünket itt YouTube-on, Instán, Facebookon, TikTokon, és jövő héten is találkozunk. Akkor Kakucson jön a következő laptime-ünk. Tartsatok majd akkor is velünk. Sziasztok! A következő adásban egy VFTS Lada lesz itt velünk, meg a tulajdonosa Karsai Zsolt. Az a Lada, amelyik ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb, leghíresebb, és vajmi kevés köze van a Ladához, hogy milyen összvér, azt majd a műsorból megtudjátok. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttájming adásokról sem.